Szeretettel köszöntök mindenkit, aki ezt a szekciót, illetve a Moodle-t e-learning témakört választotta. Ha még jön valaki, majd csatlakozni tud hozzánk, de elkezdem, mert nincs annyi idő, amit ne tudnék beszélni erről a témakörről. Kezdjük egy bemutatkozással. Jó magam, Vágvölgyi Csaba vagyok. Fel van tüntetve szerzőtársam Pap Gyula, aki különböző munkák miatt úgy alakult, hogy mégsem tudott ma itt lenni, úgyhogy én fogom tartani az előadást, de aki már úgy valaha találkozott a Moodle világával, akkor a kettőnk nevével így elég gyakran együtt találkozhat. Konkrétan nem is olyan régen, 4 hónappal ezelőtt ebben a teremben álltam, ahol a Moodle Mood konferenciának a 10. alkalmát tartottuk itt az Óbudai Egyetemen, és ugye ez a hazai Moodle közösségnek az egyik 10 éve meglévő rendszeres rendezvény, ahol akit ez a terület érint, akkor elég sok mindenről hallhat, majd erre még fogok célozni a későbbiekben. Picit megtévesztő a cím. A Moodle.3.0-tól mindenki azt mondja, hogy hú, most valami egetrengető újdonságokról fogok beszélni, megint megfordul a világ, alapjaiban felforgatják a Moodle-t, de nem. Hogy miért nem, és miért van akkor mégis ez a verzióváltás, erre ki fogok térni hamarosan. Lássuk, hogy miről fogok ténylegesen beszélni. Egyetlen egy apróság ebben a Moodle 3.0, mert hogy... Na mindegy, majd ki fog derülni. A lényeg az, nem tudom, hogy ki milyen előismerettel rendelkezik, egy nagyon rövid e-learning és Moodle alap ismeret néhány slide erejéig, hogy egyáltalán pozícionáljuk a témát, lehet, hogy senkinek nem lenne erre szüksége, de minden esetre szerepel ott a dolog. Picit visszatekintünk az elmúlt egy évre, illetve kicsit több, mint egy évre, a 2.7.2.8.2.9-es verziónak a fő fejlesztéseire, tényleg csak a legfontosabb csapásirányokat emelném ki. Már csak azért is, mert a 3.0 nem tesz más, mint ezeket az irányokat viszi tovább, és valójában nagyon kevés radikális újdonságot hoz magával. És pontosan emiatt nem is annyira a Moodle 3.0-ról szeretnék beszélni, természetesen ezért fogok, hanem egy picit a Moodle közösségről, ami az egész Moodle mögött van. Hogy épül föl, hogy működik, hogy finanszírozódik, és milyen fajta változások várhatók a következő hónapokban, mert talán azért is hordoz kevesebb újdonságot a Moodle 3.0, mert a Moodle fejlesztő csapata egy picit más dolgokra koncentrált az elmúlt hónapokban, ugyanis alapjaiban próbálják átalakítani az egész finanszírozási rendszert, ami a Moodle fejlesztés mögött van, és erről szeretnék egy picit részletesebben mesélni, mert ez is egy izgalmas téma, nem baj, ha egy picit belelátunk egy ilyen open source projektnek az ilyen fajta hátterébe, illetve néhány szót majd a magyar Moodle közösségről zárásképpen. Szólnék, ja igen, egy témát nem említettem, a Moodle mobil változata is megújult a közelmúltban, már lassan használható lesz, ezért magáról a mLearningről, illetve konkrétan a Moodle mobil kliensről is fogunk egy picikét beszélni. Azt mondtam, e-learning alapozó. Ha e-learningről beszélek, akkor én nagyon picit kell beszélni távoktatásról. Tényleg csak egy fél percet szánok erre a szlájdra. Annak idején, mikor néhány évvel ezelőtt ennek utána néztem, akkor megdöbbentett, hogy a távoktatás milyen régi. Tulajdonképpen a 18. század első felében már beszéltek levelezős oktatásról. Ez még szó szerint levelezős volt, tehát valóban leveleket írtak, és néhány év késéssel megérkezett a válasz, és stb. Lehet látni, itt a néhány érdekesebb pontot kiemeltem az evolúciájából, hogy 19. században már Amerikában van kimondottan távoktatásra specializálódott, tehát levelezésre tanító egyetem, illetve a 19. század végén már használják a distance education kifejezést is, tehát a távoktatás az egyáltalán nem egy mai fogalom, ebben nagyjából megegyezhetünk. A másik dolog, ami az e-learninghez kell, az a technológia. Majd egy következő szlájdon ezek szépen összemosódnak. Itt egyetlen egy érdekes említés, amikor kutakodtam, hogy mióta használnak technikai eszközöket az oktatásban. Hát az, hogy mit tekintünk technikai eszköznek, az abakusz is az, és akkor sokkal régebbre mehetnénk vissza, ha mondjuk ilyenfajta eszközökről beszélek, de kimondottan tudás ellenőrző eszközként ez volt az egyik olyan, amit találtam, és megtetszett a dolog. 1920-ban egy pszichológus készített egy olyan gépet, ami gyakorlatilag egy ilyen lyukszalag alapján papíron adtak mellé egy tesztfeladatsort, meg kellett nyomni a megfelelő gombot, és ellenőrizni tudta, hogy jó vagy rossz választ adtam. Tehát már az interaktivitás megjelenik, ami később ugye a számítógép megjelenésével válik igazából hatékonyá, és akkor ezen az ábrán nagyjából tegyük is helyre ezeket a dolgokat. Ha e-learningről beszélek, az valahol ennek a három dolognak a metszetében van. Távoktatás,
számítógép által támogatott oktatás, ahol ugye az interaktivitás, tehát az azonnali visszajelzés lehetősége, illetve később megjelenő hipertext, illetve multimédia alapjaiban forgatta fel ezeket a lehetőségeket. És akkor a hipertextre épülve pedig megjelent a World Wide Web, ahol pedig megjelennek a távolról elérhető információk, a távolról elérhető tananyagok, a szabadon hozzáférhető információs adatbázisok, stb. És amikor ez a technika, illetve emberi környezet így átalakult, akkor kezdtek el gondolkodni az emberek azon, hogy akár weben keresztül is oktathatnánk, ez ugye a 90-es évek végéről beszélünk, tehát nem annyira új műfaj az már, de hát nem is annyira régi, hogyha más oktatási formákkal hasonlítjuk össze, tehát nagyjából azt mondhatjuk, hogy az e-learningről egy olyan 18-20 éve beszélünk bármilyen formájában, de inkább az ezerforduló után vált jelentőssé. Maga ez az ábra egyébként Komenci Bertalantól származik, őt idéztem. Ha beszélünk e-learningről, akkor beszéljünk más learningökről is, csak azért, hogy a fogalmak tisztázódjanak. Ugye a klasszikus oktatást, ha már e-learning van, akkor valamilyen módon el kellett nevezni, szokás classroom learningnek, tehát a tantermi oktatást nevezni. Napjainkban a világon és Magyarországon is a leggyakoribb az e-learning és a classroom learningnek a keveréke, amit blended learningnek, tehát kevert oktatásnak neveznek. Nagyon dinamikusan fejlődő irány a mobile learning, erről még lesz szó. A digitális televíziózásban is látnak fantáziát sokan, tehát lehet, hogy még ez is egy izgalmas terület lesz, illetve manapság már beszélnek ilyen mindenütt jelenlévő oktatásról, tehát gyakorlatilag bárhol, bármikor hozzá tudunk férni oktatási tartalmakhoz, és nem csak tanulni tudunk, hanem akár a vonaton ülve levizsgázni egy teszten, viccesen hangzik, de megoldható technikailag, stb. Ha e-learningről beszélünk, kell egy e-learning keretrendszer. A e-learning keretrendszer az gyakorlatilag, mivel webalapú, ezért egy webes tartalomkezelő rendszer bizonyos specializált funkciókkal. Tartalmazza mindazokat a funkciókat, amit egy webes tartalomkezelő rendszertől elvárnánk, azaz több felhasználós hitelesítést igényel, szabályozott jogosultságrendszerre rendelkezik. Ez minden webes felhasználók rendelkező rendszerre igaz. Amiben ez eltér, hogy elsősorban tananyagokat tárol, illetve a másik, hogy mint ahogy minden informatikai rendszerben van naplózás, itt a naplózás egy picit más célt szolgál. Az e-learning keretrendszerekben is van naplózás, de ez nem elsősorban mondjuk biztonsági okokból, vagy teljesítményfélési okokból van, ezért is, hanem azért is, hogy a tanulási folyamatot minél alaposabban megismerjük, és ez egy nagyon fontos terület, és majd látni fogjuk, hogy a fejlesztési irányokban ez mindig ott van, hogy még részletesebb naplózás, még jobb lekérdezések, még inkább vizualizálható tanulási folyamatok, stb. Tehát az e-learning rendszerek ebbe az irányba próbálnak elmozdulni, így a Moodle is. Szintén kritérium manapság egy e-learning rendszertől, lehetőség szerint mindenféle platformon és bárhonnan, bármikor elérjük. Extrém esetben még offline is, ugye itt azzal indul, hogy webes felületről van szó, és mégis vannak olyan fajta fejlesztések, hogy bizonyos tartalmak akár offline elérhetők legyenek. Mondok is egy konkrét példát, mondjuk nem tudom, ki ismeri a Moodle-nek a book, azaz könyv nevű modulját, ami alapvetően egy Moodle-ben előállított sokoldalas tananyagtípus. A legújabb Moodle kliensben lehet kérni, hogy offline szinkronizálódjon le ez a mobileszközünkre, tehát otthon letöltjük a tanulnivalót, és ha úton vagyunk, akkor nem a mobil internetünk kárára megy a dolog, hanem a könyvformátumú tananyagot tudjuk lapozgatni a mobil kliensben, tehát ilyen szempontból a webes jelenlét az néha egy visszamegy offline dologba is. És akkor elérkeztünk ahhoz a rendszerhez, amiről beszélni akarunk. Moodle ugye Magyarországon, illetve a világon is a legnépszerűbb szabadforrás kódú keretrendszer. Nagyon sok jó keretrendszer van a világon. Magyarországon is van még 3-4 keretrendszer, amit a Moodle-ön kívül használnak, de felhasználó létszámban, regisztrált rendszerek számában magasan ez a rendszer vezet. Ugye a Moodle többfajta képen definiálja önmagát, az általános Learning Management Systemet is szoktuk rá használni, tehát Moodle elemes néven használjuk, de mivel egy kurzusalapú, nagyon keményen kurzusalapú rendszerről van szó, ezért szokta magát Course Management Systemnek is nevezni, nem keverendő össze a Content Management Systemmel, bár a rövidítés ugyanaz, hiszen ez egy speciális Content Management System, ami ahol az oktatásra koncentrál, illetve általánosan virtuális oktatási környezetként is szoktak hivatkozni rá, tehát hogyha arra találkozunk, hogy Moodle véje le, akkor ez is
Értelmes. Ugye open source konferencián, szabad szoftver konferencián vagyunk, a Moodle szabad szoftver és open source is egyúttal, GNU GPL licenszelést használ. Valószínűleg a népszerűségét nagyrészt ennek köszönheti, hogy abban az időben, amikor elindult ez a projekt, akkor zömében fizetős és nagyon drága alternatív oktatási keretrendszerek léteztek. Ugye aki ismeri a Moodle történetet, a Moodle egyfajta WebCity kritikaként jött létre, tehát a WebCity nevű rendszer, amit azóta a Blackboard felvásárolt, és tehát a főfejlesztője, Martin Doigamas, WebCity rendszergazdaként dolgozott, és úgy kezdett el egy alternatív rendszeren dolgozni, hogy tud ő ettől jobbat csinálni, és ráadásul ingyen. Ugye a fejlesztés Ausztráliában történik. Ez a közelmúltban jelent meg a webben ez a kép, 13 éve adták ki az 1.0-as verziót. Augusztus 20-án, tehát a mi nemzeti ünnepünkhöz kötődik a Moodle szülinapja is, tehát 2002. augusztus 20-án jelent meg a Moodle 1.0. Az nem jelenti azt, hogy Martin akkor kezdett vele dolgozni, hiszen előtte már egy bő 2-3 évet kódolt, mielőtt 1.0-as változatot kiadott volna, és itt még viszonylag hamar jelent meg, ugye az open source projekteknél van, ahol sok év alatt nem érünk el 1.0-hoz. Itt megjelent az első változat, hihetetlenül népszerű lett, nagyon komoly fejlesztői stáb alakult ki mögötte. Eredetileg ez egy one-man show volt, tehát tényleg egy ember munkája volt, de nagyon hamar belátta, hogy ezt nem lehet így tovább csinálni, nincs kapacitás, hogy olyanfajta fejlesztési munkát mögé tegyen. Úgyhogy most már egy komoly csapat dolgozik a Moodle mögött. Moodle Headquarter Ausztráliában, Perthben, amint az előbb is jeleztem. 21 néhány ember van, nem mindenki szerepel a képen, aki jelenleg ott dolgozik, de nagyjából egy olyan 25 fős csapat az, aki ott a tényleges core fejlesztő csapat, ami nem jelenti azt, hogy ennyien fejlesztik a Moodle-t, hiszen szabad forráskódú projektről szó, bárki hozzátehet a kódhoz. Elsősorban ez pluginok írásában, tehát kiegészítő modulok írásában teszik meg, tehát a külső fejlesztések nagyrészt plugineket eredményeznek, de nagyon sok olyan fejlesztés is történik, ami utána visszakerül a core kódba, tehát a fejlesztők miután jóvá hagyják, ellenőrizték, stb. Bekerülhet az alaprendszerbe is. Pont most a 3.0-as újdonsága is között is fogok olyan plugineket említeni, amik éveken át kiegészítő modulként funkcionáltak, és most már az alaprendszer részét fogják képezni. Illetve van nagyon sok olyan Moodle fejlesztő is, aki valahol a világban él, tehát közvetlenül a Moodle csapattal dolgozik együtt, de nem Ausztráliában lakik, és nem is akart ez miatt oda költözni. Ez a fajta munka szerintem a teremben biztos, hogy ülnek olyanok, akik távmunkában végzik a fejlesztői munkájukat, ez teljesen jól megoldható. Évente egyszer-kétszer személyesen találkoznak különböző fejlesztői konferenciánkor, egyébként meg az internet adta kommunikációs lehetőségekkel élnek. Tehát ugyanúgy, ahogy itt a legközelebbi, hozzánk legközelebbi Moodle fejlesztő Csehországban élt, nem azért mondom, hogy múlt időben, mert meghalt, vele találkoztam egyedül életemben a Moodle fejlesztők közül, csak ő átment a Totara projekthez, ami a Moodle-nek az üzleti verziója, tehát ő már most nem a Moodle-hez fejleszt közvetlenül, hanem egy céges alapú, de az is Moodle, tehát a Moodle kódján alapul, csak egy fizetős rendszer. Tehát azért mondom, hogy itt a környékünkön is volt olyan Moodle fejlesztő, aki a core csapatba tartozott, de nem ott élt, illetve szerte a világban vannak még ilyen emberek. Említettem, hogy népszerű rendszerről van szó. Ezek relatíve friss számok, tehát két nappal ezelőttiek, azt hiszem. Ezen az URL-en, ezen a Moodle Net per Stats oldalon bármikor le lehet kérdezni, hogy ők hány darab Moodle-ről tudnak a világban. Nagyon fontos, hogy ez úgynevezett regisztrált szerverek száma. Ugye akinek van Moodle-je, az felteszi azt a kérdést időnként, hogy akarunk regisztrálni, tehát az azt jelenti, hogy elküldünk bizonyos felhasználói statisztikákat a központi fejlesztőcsapatnak, illetve megjelenik az oldalunk ezen a Moodle Net Sites oldalon, ha jóvá hagyjuk és engedélyezzük. Személy szerint több tíz Moodle-t menedzselek itt ott, és ezeknek egy jelentős része nincs beregisztrálva. Tehát az azt jelenti, hogy ha ennyi regisztrált szerverről tudnak, akkor szerintem legalább háromszor ennyi nem regisztrált szerver még van a világon, csak ott egyszerűen nem jelennek meg ezek az adatok. Tehát, hogyha ezt a szerverszámot, illetve felhasználó számot vesszük, akkor ennek bőven a többszörösével lehet számolni, ami szerte a világban van. Ez a körülbelül 100 nyelvi csomag volt, egyszerűen megkérdezte, hogy miért körülbelül, tehát nem lehet megmondani, hogy ennyi vagy annyi vagy amennyi. Most már meghaladja a százat a nyelvi csomagok száma, viszont ezt tudni kell, hogy vannak olyan nyelvek, amiből több nyelvi csomag is van.
Eleve vannak a különböző nyelvi változatok, ez a portugál-portugál és brazil-portugál, ugye ez két nyelvi csomag, ez nyilvánvaló, de például van olyan, hogy német nyelvi csomag és tegeződő változat, meg mit tudom, gyerekeknek szánt nyelvi csomag, ahol más a stílus egyszerűen, tehát másképp fordítanak szavakat, mások a megszólítások, mások a dolgok, tehát vannak ilyen kis finom különbségek és nyelvi csomagok között, hoppá, közben arrébb vándoroltam. Tehát ennek azért mondom, hogy ez a körülbelül, tehát ez nem jelent valójában 100 nyelvet, de jó sok nyelvet, tehát ilyen 80 közeli nyelvet jelent, csak bizonyos nyelvekből többfajta változat van. Verziók, és majd itt mindjárt választ kapunk arra is, hogy miért is beszélünk 3.0-ról, mikor olyan egetrengető újdonságot nem hordoz a dolog. 3 évvel ezelőtt a Moodle fejlesztők elhatározták, hogy egy picit feszítettebb fejlesztési ütemtervet dolgoznak ki maguknak. Korábban úgy működött a Moodle is, mint a legtöbb open source projekt, hogy fejlesztjük, és amikor úgy gondoljuk, hogy kész van egy verzió, akkor kiadjuk. Ugye számtalan ilyen open source projektről lehet tudni, hogy 4-5 év is eltelik egy-egy fő verzió megjelenése között, mert igazából nincs semmi olyan korlát, ami a közösséget arra sarkalná, hogy hamarabb kiadja, nincsenek projekthatáridők, nincsenek finanszírozási kérdések, ami miatt meg kellene ezt tenni, hanem amikor azt mondják, hogy na elég stabil és már tényleg megérett arra, hogy kiadjuk, akkor kiadjuk. Gyakorlatilag sok-sok éven át a Moodle is így működött, de egyszer azt mondták, hogy jó, ez egy olyan szoftver, amit már milliók használnak a világon, valamilyen módon tervezhetővé kell tenni a verziók megjelenését, hiszen például az egyetemeken, meg a közoktatásban is ugye tanévkezdés van, tudnunk kell azt, hogy mondjuk a tanévkezdés előtt kijön-e az új verzió, vagy nem tudunk-e frissíteni, vagy nem, hiszen mondjuk évközben nem fogunk frissíteni, vagy legalábbis elég bátor az, aki mondjuk egy tanév közepén upgrade-eli a rendszerét, már hogyha nem egy egyszerű alaprendszerről van szó, hanem mondjuk meg van tűzdelve egyedi modulokkal, meg fejlesztésekkel, meg stb. Tehát azt mondták, hogy egy tervezhető ütemtervet dolgoznak ki. Konkrétan ez azt jelenti, hogy minden 6 hónapban megjelenik egy úgynevezett major verzió. Figyelem, a Moodle-nél nem az első számjegy a fő verzió szám, hanem a második igazából. Tehát a 2.6, 2.7, 2.8, ezek mind major verziók, ezek jönnek ki fél évente. És a minor verzióknak pedig ez a pont, tehát a harmadik számjegyet tekintik, tehát mondjuk például a jelenlegi stabil változat, ugye a 2.9-es, megjelent már egy 2.9.1-es, most ebben a pillanatban azért van félkövérre szedve 2.9.2-nél járunk, ami azt jelenti, hogy ez nem más, mint a májusban megjelent 2.9-es rendszer második hibajavító kiadása. Ezek a minor verziók elsősorban tényleg hibajavításokat tartalmaznak, akár tényleges szoftverhibákat, akár biztonsági hibákat, főleg az utóbbi miatt kritikus a frissítés. És még ezen kívül is megjelennek hetente úgynevezett pluszos verziók, tehát a 2.9.2-ből letölthető egy olyan, ami az ECTE 2.9.2, és minden héten kijön egy 2.9.2 plusz, ami az elmúlt egy hétbe belekerült patcheket tartalmaz. Ezek jellemzően egy-két apró módosítás, egy-két apró változás, stb. Emiatt nem érdemes frissítgetni a rendszerünket, viszont hogyha tiszta lappal telepítünk, akkor mindig a pluszos verziót tegyük föl, hiszen az a legfrissebb, az tartalmazza a legtöbb javítást, az a leginkább átnézett kód, stb. Ilyen szempontból. Na most. 2.9-es megjelent tavaly novemberben, tehát a fél éves kiadási ciklus 2.9-es megjelent idén májusban, tehát a fél éves kiadási ciklus alapján novemberben jönnie kell a 3.0-ásnak. Ezért jön is. Aztán majd a 3.1-es, hogy ez miért piros, az mindjárt magyarázatot nyer. A fél éves kiadások azok teljesen jól működővé tették a dolgot. Hasonlóan működik például az Ubuntu Linuxnak a fejlesztése, ahol ugye szintén fél éves ciklusok vannak, ott minden év áprilisában és októberében jön egy új Ubuntu verzió, és mindig annyi fejlesztést raknak bele, ami kényelmesen lezárható addig. Ugye mindig van egy kód fogyasztási pillanat, amikor már több fejlesztés nem kerül bele, csak javítják a dolgokat, ugyanígy működik a Moodle is. Tehát elvileg ez egy tényleg jól működő fejlesztési modell, viszont hamar rájöttek, hogy ez okoz problémákat is, mert hogy mindössze 18 hónapig garantálják egy kiadott verziónak a támogatását. Támogatás alatt értem azt, hogy a kritikus biztonsági hibákat javítják benne. Ebből viszont következik az, hogy eléggé hamar elévülnek a verziók, és tipikusan mondjuk egy céges környezetben nem szeretnek másfél-két évente szoftververziókat váltani, mert hogy
elég sok munkájuk volt, mire azt letesztelték, körbejárták, megismerték, belerakták az egyedi fejlesztéseiket, és nem akarják ezt két évente újra meg újra elkezdeni. Ezt látták a Moodle fejlesztők is, hogy ez bár hatékony és tényleg folyamatos fejlődést tesz lehetővé, de okoz problémákat is. És megint utalnék az Ubuntu projektre, ahol ugye két évente kijön az LTS verzió, ami egy hosszabb támogatottságú változat, ugye szerverekre ilyet illik rakni, legalábbis én ilyet használok, aminél ugye ők, ők azt mondják, hogy 5 évig, tehát például az Ubuntu 14.04-es volt az utolsó ilyen LTS verzió, 5 évig garantálják a csomagfrissítéseket és a biztonsági javítások meglétét. A Moodle 5 évet nem vállalt be, ő azt mondta, hogy a szokásos 18 hónap, tehát másfél év helyett 3 éven át szupportálja az LTS verziókat. Tehát 2.7-es volt az első olyan változat, amit már hosszú távú támogatásra adtak ki. Ez még ugye most is él, ez 2017 májusában fog lejárni. Van itt egy megjegyzés, hogy ezzel is ösztönözve az 1.9-esről váltást, még mindig rengetegen, tehát még 10.000-es nagyságrendben vannak 1.9-es szerverek a világban. Erről azt kell tudni, hogy fogok még erre célozni, hogy az 1.9-es és a 2-es sorozat között óriási különbségek vannak, nagyon nagy különbségek vannak, mert ott alapjaiban átalakítottak 1000 dolgot, teljesen újraírták a fájlkezelést, teljesen újraírták a különböző apikat, teljesen más a felhasználó kezelés, nagyon sok minden más. Tehát az 1.9-es sorozat az már egy meredeken elavult változat. Viszont van benne egy csomó olyan dolog, amit a 2-esben nem lehet megcsinálni. Pontosan azért, mert egy picit más módon épült föl, hackkelhetőbb a rendszer, könnyebb megkerülni korlátokat, ugye a 2-esben már titkosított fájrendszer van, nem lehet közvetlen a fájrendszerhez hozzáférni, stb. És emiatt, hogy nagyon sokan úgy rendezkedtek be, hogy vannak ilyen kis egyedi hackek az 1.9-esben, nagyon nehezen válnak meg tőle, mert túl nagy munka a váltás. Viszont a Moodle fejlesztőknek értelemszerűen nincs kapacitása már visszamenőleg egy sok évvel ezelőtt kifutott rendszert támogatni, ezért sürgetnék a közösséget, hogy lehetőleg az 1.9-est most már hagyjátok el és lépjetek rá. Tehát az LTS verzió kiadásokkor ők ezt kommunikálták is, hogy na itt az alkalom, hogy ideje váltani. Ugye most hasonlót látunk a Microsoftnál, aki hihetetlen erőszakos módon próbálja a Windows 10-et terjeszteni, mert nekik is kényelmesebb lenne, hogyha lehetőleg csak egy Windows változatot kéne folyamatosan szupportálni, és nem kéne évekre visszamenőleg egy csomó dolgot megtenni, hiszen ez rengeteg erőforrást emészt föl egy-egy cégen belül. Tehát hosszabb kiadás, tervezhetőbb, ha egyedi fejlesztéseket viszünk véghez benne, akkor azok hosszabb távon élnek, és biztonságos marad a rendszer, hiszen biztonsági patchek azért kijönnek hozzá. Na most itt van a 2.7-es idején kijött kis ábra, ahol mutatja, hogy az 1.9-es egy nagyon hosszú éveken át létező rendszer volt. Most már itt az 1.9.19-essel egy jó ideje lezárult a támogatási szakasz, tehát ide már patchek nem jönnek ki. Jöttek szépen a fél éves támogatások, és akkor itt megjelent a 3 éves, és ehhez képest most ugye a 3-asról beszélünk, de egy picit előre mutatnák, hogy a 3.1-es majd megint egy LTS kiadás lesz. És csak azért mondom, hogy aki most kicsit lázva, hogy hú de jó, lehet 3-as Moodle-re váltani, én nem fogok váltani 3-as Moodle-re nagy valószínűséggel, ha valamire váltok, az majd 3.1-es lesz, illetve hát attól függ, melyik rendszerről beszélünk, meg éppen hol milyen igények vannak, mert hogy addigra egyrészt az ide bejövő fejlesztések letisztulnak, másrészt pedig az valóban egy LTS kiadás lesz, tehát érdemes esetleg ezt is meggondolni. Mondtam, hogy egy picit az elmúlt bő egy év fejlesztési irányát megpróbálom összefoglalni. Nem fogok konkrét Moodle verziókat mutogatni, mert ahhoz még ez a 40 perc is kevés, hogy most valós Moodle-ben valós funkciókat mutassak. Inkább egy picit azokat a mögöttes célokat próbálom megmutatni, hogy miért ebbe az irányba megy a Moodle. Évek óta kiemelt szerep a usability és accessibility, ez gyakorlatilag valahol a 2.3-as környékén tűzték ki az ászlójukra a Moodle fejlesztők, hogy minél könnyebben használhatóvá kell tenni a rendszert átlagemberek számára, és ugye az accessibility pedig a nem átlagemberek számára is minél inkább elérhetővé, használhatóvá kell tenni a dolgot. A Moodle nagyon sokat lépett az elmúlt években mind a két területen, tehát a könnyen használhatóság, illetve az akadálymentes elérés is elég radikálisan fejlődött. Még mindig nem teljesíti az akadálymentességre vonatkozó különböző kritériumok egy jelentős részét, de azért egy képernyőolvasó szoftverrel egészen jól használható a Moodle, különösen, hogyha megfelelő stílusokat használjuk, állítjuk be, illetve pont egy tegnap néztem végig a főfejlesztőnek egy előadását, ahol mondta, hogy a legújabb mobil kliens annyira jól sikerült accessibility szempontból, hogy ők maguk is meglepődtek, hogy gyakorlatilag iPhone-on
tesztelgették, és gyakorlatilag szinte teljesen használható, mondjuk vakok számára, tehát tökéletesen navigálható és használható tananyagokban. Persze, ha maga a konkrét tananyag nem tartalmaz olyan dolgot, amire ez nem igaz. Ugye itt már a tananyag előállítóján múlik, hogy ez működik vagy nem. Szintén nagyon fontos területté vált a Moodle Plugins Directory. Ugye réges-rég van egy olyan oldal a Moodle.org-on, hogy Moodle Plugins, ami az 1.9-es idején még egy ilyen 101 néhány pluginből álló lista volt, aztán ez szépen feldúzott 201 néhányra, most 1000 fölött járunk. Tehát több mint 1000 olyan plugin érhető el, ennek mondjuk egy része már nem fejlesztett, tehát kifutott, évek óta nem nyúltak a kódhoz, tehát ezek igazából... De aki azt a verziót használja, annak még persze elérhető. Tehát 1000 fölött járnak a pluginok számai. Ez nagyon-nagyon fontos. Ugye maga a Moodle, egy rövidítés, nem olvastam föl, de látható volt, az első szava az, hogy modulár, tehát moduláris felépítésű. A Moodle annak is köszönheti a népszerűségét, hogyha valamilyen funkciót nem tud, akkor jó eséllyel találunk rá egy plugint, mert már valaki megírta. Ha nem találunk rá, akkor keresünk egy fejlesztőt, aki majd megírja, mert tanulható, PHP-ban kódolt rendszerről van szó, stb. A pluginok telepítése, illetve minél inkább egységesítése és biztonságossá tétele kezd kritikussá válni, mert olyan mennyiségű plugin van a rendszerhez, amit már a központi fejlesztők sem látnak el. Ugye ők minden plugint leellenőriznek, mielőtt elérhetővé teszik ezen a felületen, mármint a központi Moodle.org-on. Viszont vannak olyan pluginok, amik nem onnan letölthetők, hanem máshonnan, ezekre semmilyen ráhatásuk nincs, hogy most ki milyen plugint szed le a GitHubról, vagy éppen valamelyik cég saját honlapjáról, és ezek egy potenciális veszélyforrást is jelentenek a rendszerre. Ugye egy e-learning rendszerben, akárhogy nézzük, érzékeny adatok fordulhatnak elő. Nem annyira, mint mondjuk egy banki rendszerben, de azért személyes adatok, tanulással kapcsolatos adatok, stb. Tehát a pluginekkel picit vigyáznunk kell, ugye klasszikus szabályok, nem az éles rendszeren teszteljük a plugint, kivéve ha mégis. Nekem is sikerült már néhány ilyet csinálnom, aztán volt, amikor nem lett jó vége, de mentés volt. Ebbe most nem menjünk bele. Szintén kiemelt irány immáron 2 éve az úgynevezett tanulási célok és kompetenciák kezelése. Az egyik újdonság, amit a 3.0-ra írnek, de nagyon rejtélyes módon az általam tesztelt demo változatokban nem volt elérhető, ez a Learning Plan nevű dolog. Ez tulajdonképpen egyfajta kimeneti kompetencia rendszer. Volt már ilyen a Moodle-ben, aki valaki használta, Outcomes néven létezik egy ilyen már évek óta, és ezt finomították, illetve részletezték. Tehát magyarul, amikor valaki elkezd egy képzést, legyen szó bármilyen képzésről, általános iskolai, egyetemi vagy éppen egy vállalati képzésről, akkor pontosan definiálhatók azok a célok és azok a kimeneti követelmények, amiknek teljesülnie kell, vagy úgy is mondtam, hogy azok a kompetenciák, amiket meg kell szerezni a képzés végére. És ennek a minél jobb definiálhatósága, átláthatósága és dokumentálhatósága az egyik kiemelt irány, nem a hármasban, hanem már évek óta, de most a hármasban is állítólag lesz egy ilyen előrelépés ebbe. Azért kell azt mondanom, hogy állítólag, mert hogy az általam tesztelt demo verziókban én ennek nem találtam nyomát. Tehát dokumentációban találtam nyomát, hogy hú, de jó, fejlesztjük, de én nem látom a változást. Lehet, hogy valahol nagyon el van dugva, és én is ügyetlen vagyok, de megmondom őszintén, hogy ezt a területet nem láttam. Szintén évek óta csiszolgatják az értékelő felületeket. Aki valaha is értékelt már Moodle-be, az az elmúlt 2-3 évben elég sokat szitkozódhatott, hogy kisebb felbontású monitoron gyakorlatilag embertelen munka, mert hatalmas méretű táblázatokat kell jobbra-balra föllegörgetni, hogy lássuk az értékelő felületeket. Ezt már sokkal civilizáltabb lett a 2.8-as, 8-asban, 9-esben, nem is tudom, tehát, és még most hozzányúlnak majd egyébként szintén. Egymással összekapcsolt Moodle hálózatok, amiben nagyon sok fantázia van, és egy pár éve vizionáltak mindenféle nagy Moodle hálózatokat, amik közül egy-kettő megvalósult, de leginkább a Moodle környékén ők maguk kapcsoltak össze szervereket, annyira nem terjedt el ez a technológia, mint amennyire látok benne fantáziát, de nem adták föl, még ez is ott van. Egy érdekes újítás volt a 2.7-esben, ami ugye az átlag felhasználó komfort érzetét is radikálisan rontotta hirtelen, hogy lecserélték a bevált WYSIWYG szövegszerkesztőt. Itt majd Drupalos előadások lesznek utána, ugye a Drupal most a 8-asban jutott el odáig, hogy Marvin beépített WYSIWYG szerkesztője alapértelmezetten, a Moodle pedig nemrég jutott el odáig, hogy lecserélte egy butábra a WYSIWYG szerkesztőjét. Mit értek butább alatt? Sokkal kevesebb funkció van, egy pillanatra átugrok ide. Alapvetően, amikor felraktunk egy 2.7-est, és ezt láttuk a WYSIWYG szerkesztő, úgy megijedtünk, mert előtte 4-5 sornyi gomb volt, hogy mi mindent lehet csinálni, tehát tényleg egy ilyen Word szövegszerkesztőszerű funkciólista volt. Aztán persze, ha ezzel lenyitja az ember, akkor egy kicsit több, de még mindig kevés. Tehát
Nem lehetett betűszint váltani, mondjuk egy egyszerű, teljesen triviális példát. Aztán elkezdtük nézni a dokumentációt, hogy ne váltsál betűszint, hát a felhasználó ne írjon pirossal a felületre, mert belerondít az oldal dizájnjába. Tehát nem úgy van az, hogy csak az ember betűszint vált. Megvan az oka ennek. Az oka elsősorban az volt, hogy minél egységesebb megjelenésű legyen, minél akadálymentesebb legyen, stb. Aztán persze rájöttek, hogy ezekre azért szükség van, és pluginek formájában elkezdték visszatolni az attóba. Tehát alapvetően egy relatíve fapados szerkesztő, bár most már sok plugin bekerült defaultba, tehát ami pluginként elkezdett visszajönni, azok már nagyrészt működnek. Csak érdekességképpen, ha megnézzük, hogy csak a szövegszerkesztőhöz hányféle plugin van, ugye mondtam ezt a 1000 körüli számot, már hogyha a gépem is úgy akarja, majd be fog az jönni. Tehát amik eltűntek funkciók, azok utólag visszahekkelhetők, ha egyedi stílusokat akarok használni, ha többfajta fontot akarok használni, ha egyedi színpalettát akarok használni, ha matematikai képletszerkesztőt akarok használni, vagy éppen kémiai egyebek. Tehát szinte mindent ki lehet hozni az attól szerkesztőből, csak az alapfelületet eléggé fapadosra tervezték, ami azért mondom, hogy az átlag, hát ez most nem biztos, ami az átlag felhasználónak volt elsősorban egy meglepő és radikális váltás, mondjuk a 2.6 és 2.7 között, azóta finomodott és javult a rendszer. Vannak viszont nagyon jó szolgáltatásai ennek az új szövegszerkesztőnek. Én most ezt feladom, ezt a link megnyitást, mert pedig elvileg volt netem. Feladnám, de... Ja, megnyílt. Sok valami csodálatos. Arra a szóra rákeresve a plugin oldalon, hogy attól 37 talált. Tehát csak a szövegszerkesztőhöz már 37 plugin van, pedig ez még bő egy éve a rendszer része. Tehát, de akkor ilyeneket találunk össze, mondjuk egy-kettőt mindjárt, hogy mit tudom én, fejlesztéshez egy grid háló. Érdekes képet választottak mintaképpül, vagy mondjuk tudom én, egy profibb HTML szerkesztő, ami színkódokkal jelöl. Mondjuk ez egy natív szövegszerkesztőnél elvárható, de a webesek nem feltétlenül szokták tudni, van amelyik tudja persze természetesen. A font size kikerült pluginbe, hogy betűméretet tudjak váltani. Vicces. Kémiai szerkesztő, különböző előnézeti váltás, egyedi stílusok definiálásának lehetőség, hogyha nagyon kordába akarjuk tartani a használt dizájnokat, és így tovább. Tehát amik régen a TinyMC-be alapértelmezetten be voltak kapcsolva, azok itt most többnyire pluginek formájában vannak jelen. Szintén a usability oldalon kidobták az összes eddigi Moodle theme, tehát a Moodle felhasználói felület stílust, letölthető pluginként ugyanúgy, és beraktak két responsive dizájnt. A responsive design egyébként is egy elég erőteljesen kikényszerített dolog lett az elmúlt időszakban, ugye elsősorban mobileszközöknek hála, és kaptunk egy teljesen egyszerű, letisztult clean nevű dizájnt, meg kaptunk egy more nevű dizájnt, ami a cleannek egy olyan fajta átalakítása, ahol egy csomó testeszabási lehetőség van, tehát a felhasználó mindenféle CSS kódok nélkül tud háttérszínt, betűtípust, logót, ezt-azt-amazt lecserélni, tehát kvázi ha nem akar dizájn tervezgetni vagy fizetni érte, akkor magának egy kevés tanulással össze tud rakni egy egészen használható és egyébként korszerű és responszív oldalt. Naplózás. Mondtam, hogy a naplózás az azért fontos egy e-learning rendszerben, mert a tanulási szokásokra, az esetleges problémás hallgatókra, stb. Rá lehet akadni. A beépített naplózási rendszer az egy szöveges valami volt, amiből a statisztika modullal lehetett ugyan kérdezni diagramokat, de alapvetően nem volt túl informatív. Vannak nagyon jó kiegészítő modulok, például a checklist, a progress bar, sorolhatnék még ilyeneket, amik kimondottan arra szolgálnak, hogy ezekből a naplókból vizualizált visszajelzést adjanak. Tehát a tanuló lássa, hogy ő hol jár a kurzusban, mi az, amit teljesített, mi az, ami még előre van. A tanár lássa, hogy ki az, aki esetleg lemaradt vizuálisan, mondjuk egy táblázatban gyönyörűen színekkel ábrázolva. Tehát vannak olyan pluginok, amik ezt segítik. Na most ahhoz, hogy minél könnyebb legyen ilyen napló feldolgozó plugineket írni, újraírták a naplózó rendszert. Tehát itt van egy, ha valami történik, egy esemény, ugye azt alapvetően logolja és a logadatbázisba kerül, viszont bekerült egy új API, ami kimondottan a napló kiolvasására és feldolgozására szolgál. Tehát a közeljövőben valószínűleg tömegesen fognak megjelenni az olyan pluginek, amik a napló elemzésekből csinálnak szép dolgokat. És akkor jöhet a 3.0-es, amiről azt mondtam, hogy ehhez képest, amit most itt felsoroltam, alig-alig mond újdonságot. Említettem azt, hogy az 1.9-es és a 2-es váltás az nagyon meredek volt. Tehát ott
gyakorlatilag majdnem mindent el kellett felejteni és újra tanulni a rendszert, mert tényleg minden megváltozott. És amikor jött a hármas, akkor egyrészt volt egy várakozás a közösségben, hogy na majd megint kapunk hatalmas fejlesztéseket, másrészt volt egy félsz, hogy ha megint annyira meredeken változik, akkor mi lesz az eddigi jól bevált eljárásrendünkkel és pluginjeinkkel és stb. És ezt néhány hónappal ezelőtt a Moodle főfejlesztője mondta egy Moodle Mood konferencián, hogy relax, it's more like 2, tehát hogy inkább 2.10-es, mint 3-as. Mert hogy gyakorlatilag ez egy apró változás, csak a fél éves kiadási ciklus miatt 3-asnak kell neveznünk. Tehát ennyiről van szó. Tehát nem kell radikális változásokra számítani, nem egészen egy hónap van a megjelenésig, sőt, már inkább csak 3 hét, tehát november 9-én elvileg már a stabil kód kint lesz, de gyakorlatilag hetek óta a development kód kint van a download Moodle orgon, tehát meg lehet találni. Én is ezt tesztelgetem rendszeresen, és ez volt, ebben nem találtam meg. Mi az, ami ebben újdonság? Gyakorlatilag egy lapon össze tudtam foglalni, mert mindazok, amiket előbb eddig elmondtam, hogy usability, meg ez, meg az, meg amaz, ezek itt is élnek, ami változott eddigi pluginekből, új kérdéstípusokból, mégpedig az Open University által fejlesztett drag and drop kérdéstípusok alapértelmezetten a rendszer részévé válnak. Ezt nagyon sokan szeretik, és nagyon közkedvelt volt már, aki ismerte, hogy vannak ilyenek. Egyszerűsítik a kurzusfelület szerkesztés, ezeket a központi kurzusblokkokat, mármint a középen lévő tananyag, témablokk, vagy szekció, vagy hívják ezt sokféleképpen, ezzel mindig bajba vagyunk. Ezeket könnyebben lehet menedzselni, megváltozik a szerkesztőfelület. Már a 2.9-esben bevezették a dashboard fogalmát, alapértelmezetten a felhasználó nem a Moodle nyitólapjára, hanem az ilyen személyes nyitólapra vezet. A mai napig keressük ennek a fordítását. Ugye a dashboard nagyon sok rendszerben van, tehát a WordPress-be lefordították mondjuk vezérlőpultnak, de itt nem vezérlőpultról van szó, hanem a tanulónak például az ilyen személyes kezdő oldala, ahol a saját kurzusait látja, a saját eredményeit látja, és igazából nem találunk rá jó szót, ha valakinek van ötlete, majd hozza meg velem. Fejlesztik a belső üzenetküldőrendszert, figyelem, fejlesztés, le lehet törölni üzeneteket. Eddig nem lehetett. Sose volt rá igényem, de most, hogy elolvastam, hogy ez a fejlesztés, hogy most már törölhetek is üzeneteket, stb. Még tovább fejlődik az attó, a plugin kezelést próbálják egy picit egységesíteni, meg biztonságosabbá tenni, illetve itt van ez a learning plans, amiről az előbb beszéltem, hogy ilyen kimeneti követelmények, ez inkább ilyen módszertani dolog és nem technikai, és aminek egyelőre én nem látom nyomát a development verziókban, lehet, hogy ott van elbújva valahol, de nem tudtam kihámozni belőle. Tehát maga a hármas nem tartalmaz egetrengető újdonságokat, viszi tovább azokat az alapelveket, amiről eddig beszéltem. Naplózás, meg usability, meg accessibility, stb. Ezek fenn is vannak mindenütt, hogy igen, ezek a fő fejlesztési célok, és mellette meg néhány apró cseprő javítás, amit így fél év alatt bele rakosgattak a rendszerbe. Tehát nem világ megváltó. Érdemes-e rá váltani? Hát mindenféleképpen az első hibajavító verziót meg kell várni, tehát rögtön nullásra sose váltunk, alapszabály, és a legnagyobb probléma az lesz, hogy a pluginek, aki használ sok-sok plugint, azoknak el kell telni mindig egy pár hónapnak, gyakran egy fél évnek is, mire a legtöbb pluginből utolérik az aktuális Moodle verziót. Attól is függ persze, hogy a adott plugin fejlesztője mennyire elkötelezett és mennyire van ideje vele foglalkozni. Jó, és említettem, hogy egy picit a közösségfinanszírozási hátteréről érdemes lenne beszélni, mert átnézve a elmúlt fél év Moodle Mood konferencia előadásait, Martin Dolgomi az leginkább ezt a témát feszegeti gyakorlatilag tavasz óta, vagy már lehet, hogy korábban is. Tehát ahol előadott a világban, ő elég sokat jár Moodle Mood konferenciákra, én meghívott előadóként, majdnem mindig előkerült ez a téma. A kép minőségére elnézést kérek, nem tudom mennyire látszik, eléggé szöszös. Ez egy videóból lett kivágva, ugyanis ezek a prezentációk publikusak és elérhetők a webben. Ezt viszont szerintem szándékosan nem adták közzé, mert még finomítják ezt a dolgot, és nem nagyon akartak addig kiadni a kezükből egy ilyen anyagot, úgyhogy ez egy YouTube-ról letöltött videóból lett kivágva, itt van 2-3 screenshot, ami azért picit furcsa lesz. Tehát jelenleg hogy néz ki a Moodle-ben egyrészt a fejlesztés, másrészt a finanszírozás? Ugye lehet látni, hogy a zöld nyíl jelzi a finanszírozást, a fekete a kódáramlást. Tehát alapvetően a kódokat a Moodle headquarterbe, tehát a főfejlesztők fejlesztik, és innen megy a Moodle core-ba. Természetesen a közösség által fejlesztett kódok is bekerülhetnek ebbe, illetve, amint mondtam, hogy a közösség elsősorban a pluginokba tehet bele fejlesztéseket, az a könnyebbik út, sokkal kevesebb szűrőn és ellenőrzésen kell keresztül menni, tehát a fejlesztés az nagyjából tiszta ügy. Miből finanszírozottam? Tudja valaki, hogy miből finanszírozzák ezt egész Moodle fejlesztést? Csak kíváncsiságból. Találkozott már valaki ezzel a problémával?
Jó, akkor elmondom. A Moodle-t, amikor kitalálták, ugye ez egy lelkesedésből indított projekt volt, mint a legtöbb szabad forráskodó projekt, viszont idővel rájöttek, hogy azért nekik is kéne enni valamit, és hát abból nem éltek meg önmagába, hogy a szomszédnak kellett telepíteni egy Moodle-t, és fizetett érte egy kis pénzt. Arra meg nem volt kapacitásuk, hogy ők maguk professzionális Moodle szolgáltatásokat indítsanak, mert hogy ők fejlesztették a rendszert, de üzemeltetni nem volt igazából. Csinálnak ilyet egyébként, majd mindjárt látunk is ilyet. Ezért kialakítottak, 5 perc, köszönöm. Ezért kialakítottak egy úgynevezett Moodle partneri hálózatot. Ez egy sok éves folyamat eredménye, ami már zseniálisan működik. Több tíz Moodle partner van a világban, ami azt jelenti, hogy Moodle partner az a cég, aki a Moodle-lel keres pénzt, tehát például abból él, hogy Moodle hostingot biztosít felhasználóknak, Moodle-höz fejleszt modulokat pénzért, tehát mondjuk vállalatoknak egyedi igények alapján, és így tovább. Tehát ha van egy Moodle cég, akkor kaphatja meg a Moodle partneri logót, meg egy csomó háttérinformációt és dokumentációt és egyebet, hogyha vállalja azt, hogy a bevételeinek a 10%-át visszaforgatja a Moodle közösségbe. Tehát jelen pillanatban a Moodle partnerek pénzt juttatnak a Moodle Headquarternek, nincs dokumentálva sehol, hogy mennyit. Olvastam több érdekes cikket erről az elmúlt hetekben, tehát sosem mondanak összegeket, hogy itt most mennyi pénzről van szó, de a lényeg az, hogy a Moodle partnerek bevételeinek a 10%-a az befolyik ide. Ebből fizetik azokat a programozókat, akik ott dolgoznak, ebből fizetik a szerver infrastruktúrát, stb. Tehát ebből élnek gyakorlatilag. Tehát jelen pillanatban így működik a rendszer. Igen ám, de tehát nem beszélnek konkrét összegekről, sehol nem lehet semmi konkrétumot olvasni, viszont azt nyilatkozzák, hogy ugye a Moodle egyre több dolgot tud, egyre több fejlesztő kéne, fel kéne venni ilyen embert, olyan embert, a dokumentációt is jó lenne egy picit jobban megírni, tehát fel kéne duzzasztani magyarul a Moodle headquarterben lévő embereknek a számát, hogy még professzionálisabb legyen, ehhez pénz kell. A jelenlegi modell működik ugyan, de nem finanszírozza a növekedést, ezért megpróbáltak kitalálni valamiféle alternatívát, tehát ez a jelenlegi állapot, és ez az alternatíva az a Moodle Association nevű szervezet lesz. Ez már egy bejegyzett szervezet, létezik a weboldala itt, viszont még nem él, nem működik. Mi is ez a Moodle Association? Ez gyakorlatilag egy olyan non-profit szervezet, amihez bárki csatlakozhat. Pontos összegeket nem tudok, de viszonylag jelképes összegért már tagja lehet az ember ennek, vagy fizethet többet, tehát támogatni lehet a Moodle-t. Cserébe valamilyen módon beleszólhatunk a Moodle fejlesztésébe. Tehát rendszeresen fognak kiírni olyan szavazó felületeket, hogy mi legyen a következő funkció, ami bekerüljön a Moodle-be, stb. És ezeken a szavazásokon azok vehetnek részt, akik támogatóként tagjai ennek a dolognak. Illetve belefolyik ez a Moodle Association a Moodle konferenciák szervezésébe és egyéb más projektekbe. Tehát nem közvetlenül a fejlesztésbe, de a részben a finanszírozás, részben a közösségszervezés fontos szerepet szánnak neki. Na most abban a pillanatban, hogy ez a szervezet létrejött, már létezik, tehát ezt nyáron bejegyeztették, létezik, csak még ilyen jogi procedúrák miatt nem indult el. Tehát még én fel vagyok iratkozva a hírlevelükre, vagy nem tudom minek mondjuk ezt, és türelmet kértek, de hogy 1-2 hónapon belül szeretnék ezt életre kelteni. Tehát ez egy nagyon aktuális és kóhens dolog, azért mondtam, hogy ezzel foglalkoznak. Radikálisan átalakul a dolog, mert hogy a Moodle partnerek továbbra is létezni fognak, a közösség szerencsére továbbra is létezik, viszont bejön a képbe a Moodle Association, ami közvetlen támogatást kap a közösségtől, és ezt a támogatást visszajuttatja a Moodle hákonak, hiszen ez egy non-profit szervezet, tehát elvileg, ami ide befolyik pénz, az ott fog kikötni, persze gondolom valamilyen üzemeltetés és egyéb dolgok működnek. Azt is lehet látni, hogy érdekes módon egy fekete nyíl is van benne, tehát elvileg fejlesztésbe is valamilyen módon belefolyhatnak. Itt nem elsősorban kódírásra, hanem inkább a fejlesztési irányok meghatározására és egyéb más ilyesmi dolgokra gondolnak, legalábbis az előadásból én így vettem ki. Tehát, hogy beleszólhatnak, hogy merre fejlődjön a Moodle, mik legyenek a kiemelt területek és egyebek. Jó, nagyon röviden. Megjelent egy-két hónapja a Moodle 2.0-as mobil kliens. Ugye a mobil tanulás esetén ezek a legfontosabb problémák. Ez egy korábbi prezentációmból vettem ki 3-4 szlájdot. A lényeg, megoldás. Mivel próbálkozott a Moodle? Először csinált mobilra optimalizált stílust. Aztán átállt a responsive designokra, majd pedig megcsinálták a natív mobil alkalmazást. Jelenleg mind a három elérhető párhuzamosan. Tehát a Moodle most már azt mondom, hogy egészen jól használható mobil eszközön. Vagy csinálhatunk saját
testre szabott, akár mondjuk egyetemre vagy cégre szabott mobil dizájnt, ami egyszerűen úgy tördeli az oldalt és úgy néz ki, ahogy. Használhatjuk a központi fejlesztésű responsív stílusokat, amik ugye mobileszközön is jók, illetve a Moodle Mobile kliens, ami most már elérhető gyakorlatilag az legelterjedtebb mobil oprendszerekre. Nincs itt ugye a BlackBerry, ami most elég érdekes a sorsa, de ott az Android irányba mozdulnak ők is, illetve hát nincsenek itt különböző kihalófélben lévő, vagy sosem futott föl, felfutott operációs rendszerek. De azt mondom, hogy a okostelefonok operációs rendszereinek a 91%-a le van fedve azzal, hogy az iOS-t, az Androidot, illetve a Windows Phone-t is bevállalták. Most már Windows Phone-os kliens az egy kicsit lemaradásban van, az először nem is volt, és eleve lassabban fejlődik, de lesz belőle valami, és nagyon aktív a fejlesztés. Mondtam, hogy valamikor 2 hónapja jött ki a 2-es, iOS-en, Androidon már a 2.3-asnál járnak, ez nem mond semmit, de a dátumokból látszik, hogy azóta már több verzió jött ki. Windows Phone-nál nem találtam konkrét verziószámot, azt nem sikerült ki hámozni, de a linkek élnek, a prezentáció majd elérhető lesz. És utolsó téma, gyakorlatilag Moodle Cloud. Azt mondtam, hogy a Moodle fejlesztők nem végeznek tényleges szolgáltatást, mégiscsak belefolytak egy ilyenbe, mert azt mondták, hogy milyen jó lenne, hogyha a kezdők, akik még nem láttak Moodle-t, és nincs szerverük, meg nem értenek hozzá, meg nem akarnak telepíteni, meg nincs kész fordulni, azok kapnának egy lehetőséget arra, hogy megtanulják ezt a rendszert, és erre találták ki a Moodle Cloud-ot. Kimondottan kezdő, kevés igénnyel bíró felhasználóknak van, ugyanis limitált, tehát ez egy hosting szolgáltatás, ahol kapok egy kulcsra kész Moodle-t, 2.9-est, mindig a legfrissebb, néhány előre telepített plugin, amit ők választanak, ki nincs beleszólásom. Kicsit hasonló, mint a WordPress, ahol a WordPress.org-on ugye szabadon használhatom a WordPress-t, de nem tudok pluginokat telepíteni, hanem azzal kell bejönnem, ami van. Limitálva van max. 50 felhasználó, maximum 200 megabyte tárterület, adatbázis nincs limitálva, plugin telepítés tiltva. És akkor rögtön felmerült, hogy na jó, hát akkor regisztrálok 5-ször, és akkor már 250 embert tudok menedzselni. Telefonszámhoz kötik a regisztrációt, ezt találták ki, tehát egy SMS-ben elküldött ellenőrző kód. Természetesen, ha valakinek van 2-3-4 telefonszáma, vagy a családban mindenkire regisztrál, akkor valameddig lehet ezzel visszaélni, de igazából nincs. Tehát nem lehet azért egy egyetemet ingyen üzemeltetni, nem erre találták ki. Tehát kimondottan kis felhasználóknak, kezdőknek. Nincsen bővítési lehetőség, tehát nincs olyan, hogy én fizetni akarok, de több tárhelyet akarok, vagy én több felhasználót akarok, ezt nem vállalják föl, ez az egy csomag van, stb. A cél az, hogy a Moodle partnerek felé tereljék az embereket. Tehát ugye nekik a Moodle partnerek egyrészt bevételt szolgáltatnak, másrészt felük ugye hagyományosan jó viszonyt tápolnak, tehát nem konkurenciát akartak a Moodle-ből élő cégek számára, hanem inkább egy ilyen beeltető csomagot, így is mondhatnánk. Tehát azt mondják, hogy neked több mint 50 felhasználó kell, vagy több tárhely kell, akkor keresd meg egy Moodle partnert, minden kontinensen van néhány, Európában viszonylag kevés, és akkor ők professzionális szolgáltatást nyújtanak neked, ez már nem ingyen természetesen. Ja, nem írtam ide, de reklámok is vannak bizonyos mértékig az oldalon, tehát ezt is el kell viselni. Ez csak úgy nagyon halványan, mi szolgáltatunk embereknek Moodle-öket itt-ott-amott különböző módon, tehát akinek esetleg erre van igénye, van egy Moodle portál, pont tudom én, amin futnak mindenféle Moodle-ök, kicsit hasonló ehhez. Mi a jövő? Hát egyrészt ezt érdemes megnézni, ezt a roadmap-et, másrészt van egy Moodle wishlist, ami a merre fejlődjön a Moodle, ez egy wiki lap, bárki beleírhatja, hogy ő mit szeretne. Nagyon érdekes dolgokat lehet olvasni rajta. Most például előbb emlegettem a Drupalt, valaki beírta, hogy a Drupal is átváltott Symfonyra, és hogy milyen jó lenne a Moodle is átváltana. Hát erre most nagyjából nulla esélyt látok, hogy ők ennyire alapjában felforgassák a dolgot, de ne menjünk ebbe bele. Ami biztos, hogy a mögött álló több milliós közösség az nagyjából hosszú távon biztosítani fogja a rendszer létezését, tehát remélhetőleg rendben vagyunk. Köszönöm szépen a figyelmet.